Ezek a gyerekek mind tiszteletbeli mumus művész főtanácsosok lettek. Szvetozár, mumus ország királya léptette őket elő azért, mert a Móricz Zsigmond Színház előadásáról nagyszerű rajzokat készítettek. A pályázatot a teátrum három kategóriában írta ki óvodásoknak, alsó és felső tagozatosoknak. A szervezők egy korábbi pályázat sikerén felbuzdulva ismételték meg idén a versenyt. Nagyon régen volt itt már ilyen rajzpályázat, és akkor nagyon nagy sikere volt, legalábbis nekem azt mondták, mert még nem voltam itt akkor, és tettünk egy próbát, és több mint 150 gyerekrajz érkezett hozzánk, ami szerintem hatalmas, és nem csak a városból, hanem még Bocskai kertről is, és elképesztően jó ez a dolog szerintem. Az elkészült pályamunkák bírálója László Rita Emőke volt, aki 16 éve a színház grafikusa, és tanítja is ezt a mesterséget. A zsűri 17 oklevelet osztott ki, és minden kategóriában külön díjakat is odaítélt. A rendezvényen kiderült, a gyerekek nagyon szeretik a musical szereplőit. Azért, mert vidám és barátságos, és én is barátságos mumust rajzoltam. Az elkészült rajzokat a színház honlapján megnézhetik az érdeklődők, a mumusok pedig továbbra is várják a kis nézőket a Móricz Zsigmond Színházban.